Itt vagyok a Szentendrei Turinformiroda előtt, és a Bükköskör kiskörét fogom bejárni, illetve befutni. Itt látszik egyébként a kezdőkórot, itt kell majd lecsippantani, de most tényleg csak bejárom, nem regisztráció nélkül. Ott írja egyébként, hogy a teljesítés regisztrációhoz kötött. Most anélkül akarom, mert nincs szüksége most éremre. Szóval innen indul a kör, én most 16-25-kor indulok, 31 km és 850 szint körül teljesítés, és a Bükkös patak mentén kell futni. Bükkös patak mentén vezet az út, Tanős mindjárt ott is van a fán, és a város célig igazából itt megy a patak mellett. Az úton úgy néz ki, hogy elmegyünk a Zenhede szélére, aztán skanzen, lágazás, szarvashegyi üdülők, aztán fel a kocsi út mellett Priszt Szent Lászlóra, itt egy erdőszíti úton, Priszt Szent Lászlóról, de Sikáros sétről Tölgyikrek, déli oldalán majd Bölcsőhegy felé fel, Bölcsőhegyről van leereszkedés, Lajos forrás, aztán Kőhegy, és Kőhegyről vissza Szentendrére. Ez az útvonal 31 km, 850 szint körül, és van rá 5 óra. Most a Szentendre legszélén vagyok 4 km után, és az a Pásztor utca vége. Itt kell kimenni jobbra majd a mezőre, és utána a skanzén lágazáshoz, ami igazából ott lesz, ahol ezek a elit házak vannak. Ott megy be arra a skanzéni völgy, de itt majd arra fölfelé megyünk. Hát ott fog felmenni arra felé az ösvény a kocsi út mellett. Úgy van, nem is emlékszem, hogy... De azt hiszem, erről jöttem, igen. Mert itt gyakorlatilag az UTH útvonalán megyünk. Ezen a rövid szakasz, egy pár kilométer hosszan, így jöttem, emlékszem már. Elértem a Staravodai utat, itt van szemben a skanzen. 250 méter múlva kell majd betérni balra. Jobbra. Pont ahol az UTH frissítője van, abban a kis útban, ott bringával jártam rengetegszer. Az ott a Bölcsőhegy, oda is fel fogunk menni, meg a Kőhegy, és majd úgy vissza. Az a kör vége az arra felé van. Na és akkor itt kell befordulni, majd a játszótérig kell menni. Itt a játszótér, és akkor balra megyünk a Kaptató utcán. Amire a Bolsika utcán még megyünk 700 métert. Ez lesz a Kaptató utca. Na, itt nagyon picit már jöttem erdőbe, amikor ugye a tűzcsap után elérek egy kereszteződést, és itt írja, hogy föl Borsiga utca, itt jobbra föl, jó meredeken. Erre, és azt hiszem úgy írta, hogy 200 métert kell ezen jönni. Na, hát itt lesz az első ellenőrző pont. Azt, hogy a Vaskapó oszlopán lesz a kód. Aha. Szóval így néz ez ki. Folytatod utat a kanyarokos ösvény a vége kerítése párhuzamosan. Nem tudom, itt hol van kerítés. Ja, de itt a kerítés, igen. Ott a kerítés. És itt kell a kanyarokos ösvényen haladni. 400 méter múlva a sorompó, de fordulj balra és indulj lefelé a jelöletlen ösvényen. Szóval 44 perc volt nekem itt az első pontig. És nézve egy-két ember idejét, akikhez így hasonlót akarok menni, úgyhogy tökre úgy jövök, ahogy kell. Pedig volt pár megállásom, kamerát elővenni, elrakni, meg stb. Meg térképnézés. Úgyhogy... Volt egy tisztás, egy kis tisztás, meg csalános. És előbb már átjártam, azért tudom, hogy hol kell, merre kell menni. Más irányból jöttem. És ez az, amit ír, hogy tényleg nem látni a jelzést.
ha föntről érkezik az ember, itt kell bemenni jobbra. Egy kis ösvény, és ez már végig a zöldön kell menni Pilis Szent Lászlóra. Innentől. Ott a jelzés egyébként. Hát kicsit dzsindzsás. Hát itt van egy kis dagonya. Most lassan 400 méter magasan járok. Elmúlt napok esődései megtették a hatásukat. Azért megmondom őszintén, az ösvény az elég béna. Unalmas. És nem látványos. De napfény miatt mondjuk lassz az erdő. No hát... leszámítva a 10 perc eltévedésemet, végül is... Hát az ott nagyon kellemetlen volt, ott a sorompónál rossz felé mentem. Aztán ott bugdácsoltam át mindenen. Szóval félem, hogy azt a szerintem 10 perc idővesztességet ötött biztosan. 1 óra 34 perc után, vagy 33 után érkeztem ide a hegytetőhöz. És innen hát egy bő egy kilométer Pilisszent, másfél kilométer Pilisszent László. Gondolom, hogy ez lehet az ösvény. Olyannak tűnik. Már csak egy jelzés kéne. Ott van, igen, ott van a fán. Milyen sár van tényleg. Szóval jók a fények. Igazán. Jó idő van, tehát az út állaga az nem az ideális. Viszont a hőmérséklet az nagyon klassz, az futóidő van. Elég szép kis házikó. Ez Pilis Szent László. Mindjárt bejönök a központba. Remélem, hogy szép napsütéses idő lesz estére, mert még szétáll az eső egyenlőre. Bejöttem Pilis Szent László központjára, és esik az eső. Még mindig. Most egy kicsi emelkedőn szembe fel a kis rugóeddigőhöz. Aztán utána kocogás le a völgybe, a patakfölgybe, aztán sikáros. Fel bölcső, hogy aztán küldj és haza. Ahogy itt feljöttem a kisugó vendéglőhöz, ott szemben van a tábla, és azt írták, hogy a hátulján van a... Ja, látom is, hogy az oldalán, igen. Tényleg ott van az ellenőrző biléta. Ez a második pont. Ott szemben a kisugó vendéglő. Majd lendületesen érkezik az ember, és akkor hopp. És akkor valahogy át kéne kelni. Hát, illetve jó, hogy meg lehet csinálni itt alul. Talán. Süllyedés nélkül, jaja. Hoppa. Majdnem merülés volt. Hát, na, sikerült átjönni. Hát, rögtön kijön vagyok már az aszfaltos erdészeti úton, és akkor jelen sikáros ott pár kilométer. Szóval nem tévedtem volna el. Nem tévedtem volna, akkor itt jöttem volna fel, mert egy köpésre van innen a sikárosi erdészház, de hát én viszont arra kerültem egyet, úgyhogy ezt megszívtam. Teljesen vízes az ösvény, ázott az egész, nagyon tényleg komoly eső volt, úgyhogy remélem, hát itt is látszik, tehát áll a víz. Úgyhogy amíg előbb még nem akartam a patakon átgázolni, ugye végülis a cipőm már vízes lett, tehát itt már igazából, hát ja, itt áll a víz. Tehát. Nem csak itt mellette az emberek, ahogy itt jaj, próbáltak eljönni, ne süppedjenek meg.
Hát ebből a táblából is sokat látni, pedig az országos kék jön erre. De nem nagyon látszik, hogy mit ír. Na, hát innen már nem messze lesz a Tölgyikreg, aztán pár kilométeres Bölcsőhegy. Hát ez nagy hiba volt ez az elkeverés. Ráment szerintem, vagy hát akár 20 percem is, de 4 óra biztos. Hát lassan, most már 25 percet buktam. Az eltévedések miatt most ott tartok. Hát amíg beleveszem ezt a patakos kerülést is, gyakorlatilag szerintem már fél óra pluszba vagyok, mint ahogy normálisan itt járnék. Hát ami azért elég kellemetlen, egy gáz. Hát, nem árt figyelni az itinéret, mert megmondom őszintén, tehát én azt hittem, hogy gyönyörűen lehet követni szépen a jelzéseket, mindenki magyarázva, de hát katasztrófa. Most ívettem a harmadszor. Na most itt, amikor nem sokkal a Sikáros után van az a átcsatlakozás, meg itt lentről jön egy út, utána itt van egy elágazás, sehol nem látom, hogy merre megy tovább a jelzés, de erre már elmentem, arra semmi nyoma nem volt, itt még megvan a piros, hogy valószínűleg arra megy föl, szinte biztos, de ez egyszer nonsense, tehát itt nagyon figyelni kell. És tényleg olvasni, hogy mit ír az itiner, meg alaposan megnézni a térképet, tehát a lényeg az, hogy ne higgy abba, hogy minden szépen ki lesz jelezve, és mindig látni fogod, hogy merre kell menni. Kizárt. Hát megmondom őszintén, ez egy ritka pocsékfutás nekem. Tehát eltévedés, sár. Szerintem nem is emlékszem, mikor tévedtem el ennyiszer. Persze beletartozik az, hogy tényleg naivan azt hittem, hogy egyfolytában minden gyönyörűen látom, hogy merre kell majd menni. Aztán megint csak a nagy tanulság, amit egyébként már egyszer megijesztem igaz, akkor a Mátra 115 kapcsán, hogy nagyon figyelni kell az itinerre. Úgyhogy, hát most is ez a helyzet. Az igazság, hogy most már a sötét elő kell majd igyekeznem, hogy még világosra visszérek. Mondjuk azért még nem aggódom, itt fönn már ismerem a környéket. Ezt a részt itt nem ismertem, az igazság, mert nagyon-nagyon régen jártam erre, de fönt azért jól ismerem. És hát az már hazai pálya lesz szinte. Igazából Lajosforrás és Kőhegy között nem, de azon kívül itt már a gerincen is már hazai pálya lesz. Úgyhogy várom már. Még azért süt a nap. Van kilátás a Visegrádi hegységre. Na hát felértem a Tölgyikreghez. Megnéztem, 3 km pluszba vagyok az eltévedéseim miatt. Ez a Tölgyikreg. És innen továbbra is a piroson kell majd menni. Na úgy néz ki, hogy itt vagyunk most. 0,2 km ez az elágazás, és akkor onnan a piros kereszten itt mutatja is. Onnan még másfél km a elágazás, és akkor a Bölcsőhegy, jó, 20,8, oké. Okay. Tehát a Nyeregtől még 2,4 lesz. Itt még nagyon picit piros, és utána a piros kereszten kell menni. Kb. 2-t, és akkor még fél km a Bölcsőhegy. Oké, okay, oké. Okay. Ez itt jól néz ki. Hú, ez itt nagyon szép most. Hú, parádés. Gyönyörű mögöttem. Gyönyörű a táj. Ez most itt kellett, hogy szép legyen, mert igazából kellett már, hogy legyen ez a szépség, mert kezdett már ugye elegem lenni, hogy annyira rosszul alakul ez az egész telefutás, ez a mostani, hogy eltévedés, dagonya, sőt, sok eltévedés. Az ilyen úgymond kudarcok arra jók, hogy
az ember tanuljon belőlük. Úgyhogy arra jó volt, hogy most tanultam el az égtanulság, azt odafigyelni, hogy az itinerre, illetve most ha tudni fog, hogy merre kell menni. Bár én mondjuk legközelebb már a nagy bükkös kört akarom futni. Másik tanulság meg, hogy illetve hát ennyi. Figyelni az itinerre, meg előre berajzolni a térképen, ahol is nem vagyok ismerős, azon a szakaszon alaposan berajzolni a térképre. Na hát itt a Bölcsőhegy. És valamelyik túlsó ezen lesz. Aha. Itt is van. Na jó. Hát kilátás az nincs, mert itt nincs kilátó, sajnos már nagyon rége óta. A fákat még süti a nap. És itt most már Lajos forrás felé pocogok lefelé. Kör egyik kell, hogy világos legyen, viszonylag. Onnan gyakorlatilag 5 perc is kimegyek az erdőből. Elrakom a... Hát 25 perc alatt átértem ide Kőhegyre, szuper jó. Most tényleg jól jöttem. Gyorsan kinézek. Végül is még simán világos van. Úgyhogy kiváló. Hát végül is meg lesz 5 órán belül. De ismétlem regisztráció nélkül jöttem. Hát igazából tök mindegy. Látszik a Megyeri híd, és itt maradtunk Szenten, tehát odafutok még le. Egyébként már 28 km-nél járok, még normálisan 25 lenne itt. Na hát ki is jöttem az erdőből, bőven világossal. És hát ott szemben, ahol égnek a fények ott legutoljára, ahol elfogynak a fények, hát ott mentem fel, arra vitt fel ott abban a nyeregbe az út, Pilis Szent Lászlóra, és aztán tovább. Még ott a templompont, király. Torony iránt kell menni a szó szerint. Pont ott középen, ott a templom. És ott van a Turinform iroda is. Na és akkor visszaértem. Itt a Turinform. És megmondom, hogy milyen időben zártam. 34,5 km. Több mint 3-mal több lett. Végül is. Ha hivatalos lett volna, akkor 3 km-nel több, és így végül is 4 óra 54 perc. Igen, 4 óra 55 perc. És 3 km-re több, meg dagonyázás, meg mászás, mert amikor kikerültem a patakot. Tehát a nyelvasszott azért belassított pár helyen a terep, meg a nehezékek, akadályok. Hát az elején tényleg, amikor elkevertem, ez így annyit jelent, hogy tényleg egy 4,5 órát simán meg lehet csinálni, vagy hát 4:20-4:30 alatt normálisan ezt meg tudom csinálni. Jó futást, teljesítést, sérülésmentes futásokat, jó időt, kevés sarat kívánok!